Ráckeve belvárosában vagyunk, az Ötvös utca és a Sasköz sarkán. Aki nem ismerné, ez a Ráckeve történelmi belvárosának az északi széle gyakorlatilag. Amit éppen most mutatok, az egy régi középkori eredetű polgárháza Sasköz és a Dunaparttal párhuzamos Kossuth Lajos utca sarkán. Belenagyítunk, ott látszik is a háttérben, hogy az a ráckevei soroksári Dunaág. Hát ez egy ilyen dunai kereskedőváros volt. Volt egy Dunaparti főutcája, ezt ma Kossuth Lajos utcának hívjuk, és volt egy másik főutcája ezzel párhuzamosan, ez ma az Ötvös utca. Ezeket kis utcácskák között kötötték össze, ilyen volt a Sasköz. Amiért ez a kis film elkészült, az az, hogy a Ráckeve város vízvezeték hálózatának rekonstrukciójához kapcsolódóan nagyméretű földmunkákat végeztek itt az Ötvös utcába, és a Ötvös utca Sasköz kereszteződését felbontották. Részben már visszatemették, de a legérdekesebb része az még nyitva van. Ha az árokba tekintünk, akkor azt látjuk, hogy hát ezt már részben visszatemették, belerakták az útcsövet, de itt eredetileg sajnálatos módon mindenféle későbbi bolygatások vannak. Ez itt például előttünk egy beton építménynek a részlete, ez egy akna, egy régi aknának az egyik fala. Az árok aljában is eternit söveket lehetett megfigyelni, tehát ez egy többszörösen megbolygatott rétegsor, ráadásul ráépítettek a modern korba egy aszfaltozott utat is. Azt gondolná az ember, hogy itt sok mindent nem lehet megfigyelni, maximum, hogy ha átnézzük a kidobott földet, akkor abból olyan szórvány leletek kerülhetnek elő, amik az újkori bolygatások miatt kerültek itt bele az árokba. Azonban itt van egy pont a beton alapozásunk mellett, ezt minden részletesebben is meg fogjuk nézni, ahol bizony Ráckeve történetének rétegsorai látszanak. Nézzük is meg a rétegsort. A tetején, ugyebár itt van a modern utunk, alatta egy sárgás, kompakt, köves, betonos, meglehetősen kemény útalapozás található. Hát ennek le is tudjuk mérni, hogy ez az útalapozás, ez 30 cm-nél valamivel több, 35 cm, meg még erre jön az út. Viszont alatta jön a történelem. Kicsit lejjebb is kezdeném, ugye van itt egy váltás. Ez a váltás azért érdekes, mert itt a sárga modern réteg alatt valami barnásabb, köves réteg látszik. Aztán, hogy átmegyünk ezen a barnás köves rétegen, van egy ilyen kis vöröses barna vékony réteg, alatta egy barnás téglás réteg, alatta itt egy steril sóderes homokos réteg, végül egy steril homokos réteg található. Ez a két réteg geológia. Innentől fölfele, ez nagyjából 70 cm, ez a történelem. Nyilván ez régészetileg a sárga útalap, a modern útnak az alapozása az nem igazán releváns. Ami érdekes, az a geológia és a modern kor közötti kb. 40 cm rétegzettség. Na nézzük, a legizgalmasabb az itt került elő. Sajnos ilyen réteget a metszett falba az út mellett is csak egy 1 méteres szakaszon találtam. Ennek egyébként az lehet az oka, hogy pontosan itt a mai nyomvonal alatt ment egy korábbi vízvezetékcső, keresztül kasul mindenféle kábelek, telefon, távvezetékek, amivel feldúlták és elpusztították teljes mértékben a rétegeket. Itt azonban szerencsés módon éppen senkinek nem jutott eszébe elpusztítani. Ez a szint, ez a köves szint, ami vízszintes és rendkívül kemény, ez egy út. Ráckeve legkorábbi ismert útja. A fölötte lévő barna réteg az azért izgalmas, mert ugye a régi korokban, ugye a 19. század vége előtt nem nagyon volt csatornázás, szekerek, lovak jártak az úton, mindenféle trutyi rákenődött. Ezek barnás rétegeket hoztak létre. Ezen kívül az utak folyamatosan roncsolódtak, koptak, és időről időre megújították őket. Kátyúzták, új felszínt alakítottak ki. Volt ez az eredeti kőútunk, és ezen, ha megfigyeljük, akkor itt is látunk egy köves szintet, valamint följebb is látunk egy köves szintet. Úgy tűnik, hogy ezt az eredeti utat még két alkalommal legalább megújították.
Azt nem tudjuk, hogy itt pontosan mi volt, hiszen amikor a modern utat lerakták, akkor valószínűleg, ha itt volt is réteg, azt mind elpusztították. De lehet, hogy ez volt a legutóbbi útfázis, amire aztán ráépült a modern út. Tehát ezt a késői dolgot nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy ez a legkorábbi ráckevei út, tehát ilyen 8-10 cm-es szögletes kövekből épült gyakorlatilag. Van alatta ez a 2-3 centis barnás, vöröses réteg, látjuk benne van egy kis faszén darabkák benne, aztán alatta van egy homogén, viszonylag puha barnás réteg, ebben vannak téglatöredékek, két helyen is. Ezekről a téglákról annyit lehet így ránézésre is megállapítani, hogy nem modern téglák, viszont az, hogy a késő középkornak vagy a koraújkornak melyik szakaszából származnak, azt ennyiből nem lehet megmondani. És hát magának az útnak is a keltezésével gondban vagyunk, hiszen ez csak úgy lehetne, hogyha megtaláltuk volna felszínbe, és cserépmaradványokat, érméket találnánk benne, és azzal lehetne keltezni. Tehát így csak egy relatív kronológiánk van, ezt így nevezzük a régészetben. Meg tudjuk állapítani, hogy ez az út szint, ez későbbi, mint az alatta lévő javítás, ez a legkorábbi út, és ezek a rétegek pedig az út előtt kerültek a helyükre. Hogy mikoriak, azt a leletanyagból tudnánk. Szerencsés módon ugyanebben az árokba, kicsit az Eötvös utca felüli nyugati metszetfalba is egy hasonló kis szakaszt megtaláltunk, és ott ebből a felső, tehát a legfelső útjavítási rétegből találtunk egy zöldmázas cseréptöredéket, ami kicsi töredék, de a jelleg alapján 18. esetleg 19. századra lehet keltezni. Tehát gyakorlatilag ez a szint itt a legteteje, ez az újkor. Ami alatta van, az nyilvánvalóan régebbi. Ráckevét 1440-ben alapították az okiratok szerint, tehát elvileg itt már a 15. század végén lehetett egy köves út, és lehetséges, hogy ez a három megújítási réteg ennek a későbbi fázis. Minden esetre a legfelsőbb rétegünk az újkorból származik, tehát ami itt van, az legrosszabb esetben idézőjelben is 17. századnál nem nagyon lehet kés. Ráckeve korai történetére, régészetére nagyon-nagyon kevés adat áll rendelkezésünkre, hiszen a városban eddig nem volt még tudományos tervásatás, illetve megelőző feltárásokat sem végzett még az Árpád Múzeum az utóbbi években. Kizárólag egy-egy régészeti megfigyelésből származnak az adataink, ezért is nagyon izgalmas, hogy itt megtaláltuk az utat, hiszen ezzel bizonyítjuk, hogy Ráckevén még lehet olyan rétegsorokat találni, amivel a helyi történelem szempontjából, de hát itt nem csak a helyi történelem szempontjából érdekes ez az út, hanem a középkori, koraújkori magyar városépítészet viszonylatában is egy érdekes dolog, hogy hogyan is épültek az utak ebbe a korba, milyen volt az utcarendszer, milyen volt a városépítészete egy ilyen városnak, mint Ráckeve. Tekintsük most át a leleteinket. Ez a néhány kő. Látjuk, hogy a 5-6 cm-estől a kb. 8-10 cm-esig terjed a méretük, tehát ezek a kövek alkotják a legkorábbi útszintet. Ezt a metszetfalból szedtük ki. Ez a töredék, ami vagy egy tetőcserépnek, vagy egy padlótéglának egy nagyon pici kis töredéke, ez az út alatti rétegből került elő. Látszik az egyik éle, ez még az eredeti, tehát az eredeti is ilyen vékony tárgy volt, ez nem egy tégla, falazó téglának a töredéke. Ez a kis töredék, látható, hogy az egyik oldalán csillogó, sötétzöld máz látható, még nem mostuk el, ez az útszint fölötti barna rétegből került elő, tehát ez a legteteje az eredeti rétegsornak, erre a rétegre került rá a modern útalapozás, tehát a legkésőbbi útszinthez köthető. Ez ilyen jellegű zöldmázas töredékek 18-19. Századra szokás keltezni, tehát ami alatta van, az ennél korábbi.